És ha már itt vagyunk a Kisködmönben, akkor itt egy igazi alföldi ételt fogunk készíteni, méghozzá egy dübbencset a helyi IKST-s Búbos kemencében. Itt van velem Reni, de itt mindenki Renének szólít. Hogyan készül ez a dübbencs? Mi is az, amit fogunk igazán csinálni? A teknő már készen áll. Végül is ez is egy olyan étel, amit ahány ház annyiféle. Én ahogy szoktam készíteni, liszt és rétes liszt keveréke, élesztő főtt krumpli, és a krumplinak a leve, amiben főtt, azzal gyúrom meg, illetve az élesztőt felfuttatom egy kis tejbe, és ez így kell. Ez csak magának a krumplinak a leve, az, amivel fel fogjuk önteni. Jó, ez a dübbencs, akkor ez most egy burgonyás dübbencs lesz. Igen, illetve van, amikor kaprot is szoktam beletenni, mi felénk úgy szeretjük, de nagyon sokan kapor nélkül készítik. Hát aki nem szereti a kaprot, nem rak bele, aki meg szereti. Ez édesen is lehet esetleg enni, vagy ezt nem szokták édesen készíteni? Én nem tudok róla, de lehet, hogy van, aki elkészíti édesen. Rak bele lekvárt, az már bukta. A liszt és a rétes liszt keverékét beleöntjük a teknőbe. Az előzőleg megfőzött krumpli levével meglocsoljuk és hozzáadunk egy kevés tört burgonyát. Közben a langyos tejünkbe élesztőt morzsolunk, és megvárjuk, míg felfut. A lisztes krumplis masszánkat megsózzuk és jól összekeverjük. Hozzáadjuk a felfutott élesztős tejünket, és elkezdjük a dagasztást. A dübbencs tésztája csak úgy, mint a többi kelt tészta, csak akkor van készen, amikor már a kezünkről és a teknő faláról is leválik. Ruhával letakarjuk és meleg helyen pihentetjük egy fél órát. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi lett a tésztánkkal. Így. Kelt egy kicsit. Jó, ez jónak tűnik már? Hát kezdetnek, igen. Még úgy is fog kelni, ha most kinyújtottuk. Jó. Ide átteszem. René a Hajdúbagosi Dinnye Fesztiválon a nyújtófahajító versenyen első helyezést ért el. Így bátran állíthatjuk, hogy jól áll kezében a nyújtófa. Most akkor megkenem kacsazsírral. És akkor csak kacsazsír jó az, ami igazán jó ehhez, vagy bármit lehet rakni? Bármilyen zsírral, sertészsírral is nagyon finom. Most éppen kacsazsírral. Mondjuk azért kacsazsírral finomabb. Igazi. Az únyi vastagságúra nyújtott tésztát, miután megkentük zsíradékkal, megszórjuk kaporral. A zsírhoz ízlés szerint adhatunk jutórót is. Összehajtjuk, megkenjük, megszórjuk újra és újra, majd 20 percet hagyjuk pihenni. Megkelt a tésztánk, akjuk, nézzük akkor, hogy mi lesz vele. Azért, hát azért ez szép. Már ezen látszik, hogy rendesen kelt. Nyújtjuk, megkenjük, megszórjuk, összehajtjuk, megkenjük, megszórjuk, összehajtjuk. Amikor ezzel megvagyunk, három újnyi vastagságúra nyújtjuk, majd egy késsel felkockázzuk. Volt baj, hogy nem jól sikerült, vagy nem sikerült? Előfordult, hogy kinézetre kissé nem úgy nézett ki, ahogy kellett volna, de az íze az. Az mindenért kárpolt volt a családod. A felkockázott dübbencsünket tepsibe sorakoztatjuk, majd tojás sárgájával megkenjük. Előfűtött kemencében vagy sütőben hozzávetőlegesen 200 fokon sütjük. 20-25 perc elteltével, amikor már megpirul a teteje, kivesszük és frissen, melegen tálaljuk. Hát itt vannak a rétegek. Akkor jól dolgoztunk végül, jól és meglettek a rétegeink is. Látszik sorba. Vagyis hát én nem dolgoztam, csak beszéltem, de akkor legalább meg is kóstolom, hogy milyen. Jó. Jó étvágyat hozzá. Köszönöm. Én kell egy kis túró is még jó lenne bele. Igen, a jutúró az mehet bele, jelzik, de azzal is nagyon finom. És a krumplit is érezni. Akkor jól dolgoztam. Te? A műsor a Magyarország-Románia határon átnyúló együttműködési program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával.
Proiectul a fost implementat prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România și este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de cofinanțarea națională a celor două state membre participante în program, Ungaria și România.